Ismét itt a szerda, és a szerda akkor Norbi Update. Tudjátok, ez az a sorozat, melyben hétről hétre bemutatom nektek, hogy milyen szerzeményekkel bővült a gyűjteményem az előző hét során. Sziasztok, Norbert vagyok, és üdvözöllek benneteket a csatornámon. Ebben a videóban a 31. heti szerzeményeimet fogom bemutatni nektek közelebbről. Igazából csak egy bazinat csomag érkezett a múlt héten, illetve hát kettő különálló kiadvány sikerült offline beszereznem itt a helyi médiamártban. A csomag az annyira új, hogy még időm sem volt kibontani, úgyhogy ezt most ebben a videóban fogjuk kibontani, de előbb bemutatnám nektek az offline szerzeményeimet is. Jobban mondva azt az egyet, amit kétszer sikerült megvennem. Be is mutatom itt az oldalsó kamerába, ez az Alita, a Harc Angyala 4K UHD plusz BD 3D plusz BD plusz bónusz BD kombó tartalmazó változata, és elvileg ez a német, osztrák, svájci piac exkluzív kiadása. Tudomásom szerint ezt már a legtöbb helyen teljesen kiárusították, szóval teljesen elfogyott, de azért az eBay-en, illetve hát a Facebook csoportokban megjelenik egy hír, hogy offline még egy-két helyen kapható Németországban. Én, ahol átvettem, ott már nem volt kapható, ez Bécsben egyébként a Wien Mitte bevásárlóközpontban található médiamárban volt. És azt kell tudni erről, hogy én nem csak egyet, hanem kettőt zsákoltam be ebből a kiadványból, de erre majd vissza fogok térni egy későbbi videóban, és akkor majd el fogom nektek mondani, hogy miért vásároltam kettőt. Hogy mit kell tudni erről a kiadványról? Hát azt, hogy a 4K UHD-s lemezen ott a magyar hang és magyar felirat. Tehát a lemez, a 4K UHD-s lemez egy az egyben megegyezik a magyar kiadásban levő 4K UHD-s lemezzel. Úgyhogy ez volt a kettő Alita, ezt be is mutatom még egyszer, és ezeket most kicsit arrébb teszem. Egyébként ebből majd lesz egy unboxing. Lehet, hogy majd abban a videóban fogom elárulni nektek, hogy miért is vettem meg a másodikat. De nem is ezért csináltam ezt a videót, hát igazából azért csináltam, hogy bemutassam az előző heti szerzeményeimet, de a fő hangsúly az nem, nem ezen a kettő Alitán van, vagyis nem csak a kettő Alitán van, hanem... Jaj, úristen, ezen a kurva nagy dobozon. Már bocsánat, hogy azt mondom, amikor megláttam a meló helyemen, akkor majdnem szívbajt kaptam, rohadt nagy. És azt kell tudni róla, hogy ez a Cseh Filmarénától érkezett. Igen, igen, általában Magyarországra szoktam kérni a kiszállítást, de most úgy döntöttem, hogy Ausztriába kérem, ide a munkahelyemre. Már csak azért is, mert számítottam arra, hogy egy bazinat csomagot fogok kapni, és nem szerettem volna ezt mondjuk Magyarországról egészen Ausztriába cipelni. Úgyhogy itt van előttem ez a bazinat csomag, annyit kell tudni róla, hogy majdnem 150 ezer forintba került. Wow! Úgyhogy nem olcsó, és igen, ez csak egy heti szerzemény, de azt is tudni kell róla, hogy ezt kimondottan így kértem, hogy mindent rakjanak bele a dobozba, hogy utána aztán majd csak augusztus végén jöjjön meg a következő Filmaréna csomagom. Na, úgyhogy ez annyira új ez a, csomag, hogy még nem volt időm kibontani se, úgyhogy ez most egy úgymond egy Filmaréna csomagos kibontás lesz itt a videóban, de azért megpróbálok rajta egy picit gyorsítani. És be is mutatom nektek, hogy mi van ebben a közel 150 ezer forintot érő csomagban. Egyébként Csekoronában 11.465 csekorona volt. De hát én most nem is igazából megyek bele abba, hogy mi van ebben a csomagban, természetesen itt, mármint hogy nem fogom megmutatni, hogy hogyan csomagol a Filmaréna, mert erre már kitértem egy különálló videó kapcsán. Úristen, tele van ezekkel a mindenféle szarokkal. Úgyhogy ez egy jó kis kicsomagolós videó lesz. Ah, Jézusom. Jézusom. Na jó, megmutatom azért. Ha már itt vagyok, akkor megmutatom. Na, így néz ki a Filmarénán a csomag belülről. Egyébként közel 8 kiló. Hát épp elég volt ezt hazacipelnem a munkahelyemről. És akkor én most kiveszem belőle ezeket a
tárcák dolgokat. Rengeteg minden van benne, fogalmam nincs, hogy mi micsoda. Itt van benne a lényeg, ami mondjuk kicsit megnehezítette az egész csomagot. És azt hiszem, hogy ennyi, a többi az csak ilyen kitöltő. Úgyhogy most, hogy kivettem belőle az anyagot, amit rendeltem, így néz ki a csomag belülről. Tehát, hogy látjátok, elég sok ilyen hungarocell kitöltő van a csomagban, de én most ezt arrébb is teszem, mert nem ez a lényeg. És egy csomó szemét, amit én csak ide dobáltam az asztalon mellé, hát, ja. Na, és akkor ezeket most gyorsan be is mutatom, ezeket még szét is kell nyitnom, mert a fogalmam nincs, hogy melyik ilyen kisebb csomagban mi van. Az biztos, hogy van benne egy Maniax box, úgyhogy az itt van ebben a nagy dobozban, de ezt fogom majd a videó végén bemutatni. Jézusom, ide kell lenni fog egy olló is, azt hiszem. Tudom, hogy pontosan mi ez az egérpad, vagy nem tudom, de nagyon jól be van csomagolva, és nem kemény, szóval simán lehet egy egérpad is. És ahogy látjátok, azért itt is van bőven buborékos fólia, hát én ezt ide ledobálom. Jaj, nem! Há, már tudom, hogy mik ezek. Ezek a védőtokok, azt hiszem, hogy a Full Slip XL-ekre, mert rendeltem egy csomó védőtokot is, tudjátok. Úgy döntöttem, hogy stratégiát váltok, és elkezdem kibontogatni a facokat is. Na, úgyhogy ez volt az egyik védőtok. De hát lesz itt még több is, ahogy látom. Úristen, ezek úgy be vannak csomagolva, hogy nem is tudom, hogy hol kezdjek. Ezekben valószínűleg a újabb védők, hát nem, ezek túl kicsik, úgyhogy nem tudom. Akkor lehet, hogy még lesz benne, lehet, hogy még van a dobozban valami. Á, van! Igen. Néztem, hogy a védőtokok nem... Itt vannak még a védőtokok. Ah, Jézusom, akkor inkább ezeket bontom fel először. Hát azért nem semmi ezeket is, hogy becsomagolják. Én mondjuk, ha helyükben lennék, akkor mondjuk a védőtokok csomagolására nem pazarolnék ennyi buborékos fóliát. De hát majd megmutatom nektek, hogy mennyi az annyi majd itt a videó végén, hogy mennyi szemét is keletkezik egy-egy ilyen óriási filmaréna csomag után. Na, Jézusom. Takaríthatom az egész lakást, porszívózhatom ki az egész lakást, úgy látom. Na igen, és itt vannak a védőtokok. A következő védőtok. Na, ezek viszont, ha jól látom, akkor a Maniax boxokra valók, de lehet, hogy nem csak arra, na mindegy. Szóval itt van az újabb adag védőtok. Ezt így ide rakom, ezt így ide és félre is rakom őket, hogy itt ne zavarjon az asztalon, és akkor most vissza az eredeti csomaghoz, vagy hát ehhez a szajréhoz, amikor először kaptam a munkahelyemre, akkor rögtön azt mondtam, hogy na, rendeltem egy jó kis adag drogot, mert tényleg úgy vannak becsomagolva, mint hogyha valami drog lenne bennük. Na igen, és ebben már itt vannak a kiadványok, amiket én rendeltem, de akkor is még szerintem valami hiányzik, mert ott benne nincs.
akkor valószínűleg itt a tokokban van, mert rendeltem a hardboxokhoz is védőtokot, nem csak a mini Xboxokhoz, és azokat nem találtam még eddig, de hát lehet, hogy majd ezt a szemetet át kell néznem, mert lehet, hogy véletlenül kidobtam. Hát nem tudom, de jó sok minden van itt. Kimondottan örülök, hogy ennyi szemetet sikerül produkálni, mármint, hogy örülök, hogy ennyi szemetet sikerül produkálni egy-egy ilyen kibontás után. De hát mellettem szóljon az, hogy szigorúan, szelektíven gyűjtöm a szemetet, úgyhogy nem dobom olyan helyre, ahova ez a szemét nem való. És amióta, mondjuk ez nem tartozik ide, ez a kibontós videóhoz, vagy hát a Norbi Update videóhoz, de amióta itt szelektíven gyűjtöm a szemetet, azóta szembesülök vele hónapról hónapra, hogy mennyi műanyag fogy egy-egy háztartásban, pedig úgy, hogy próbálom azért elkerülni a műanyagot, ha lehet. Na és akkor még ezeket kimondtam, és utána bemutatom az összeset az oldalsó kamerának, mert szerintem úgy lesz a legjobb. Na igen, ebben vannak a stílek. Szóval ez így kuka. És akkor még itt van az nem tudom micsoda, szerintem a Mani Xboxhoz tartozó valami. Hát, hogy ezt miért kell ennyire becsomagolni, igazából nem is az a probléma, hogy be van csomagolva, hanem miért kell ennyi celluxot rárakni, hogy szinte lehetetlenség kibontani ezeket. Elég volna csak egyszer-egyszer körbe tekerni celluxnal. Jézusom. Még ez is be van valami becsomag. Ez mi? Egy Venom. Valami Venom. Nem tudom, hogy pontosan mi ez, de valami játék, vagy fogalmam nincs, de a Venomhoz jár, vagy Venom van rajta, az most nem tudom, hogy jár-e, de a Venom van rajta. Így az ollómat vissza is teszem, arra már nincs szükségem. És akkor valahogy úgy fogom sorba rakni, hogy jöjjenek előbb a... Ez jár 4K-s. Ez a 3D, és ez a sima BD. Ígyni. Tök jó. És akkor még kibontam ezt a napdobozt is gyorsan, hogy aztán be is tudjam nektek mutatni, hogy mi van ebben a dobozban. Jó sok szemét van itt, ahogy látom. Már ugye mutattam korábban, de most is bemutatom, hogy így van becsomagolva a Mini Xbox. Persze vannak kivételek, mert nekem is volt már olyan esetem, amikor csak buborékos fóliába volt körbetekerve. És itt van a lényeg. Itt van a lényeg. Na, Jézusom. Így, ezeket így odarakom. Egy rengeteg szemetet sikerült itt most csinálnom ezzel a kibontással, de nem is ez a lényeg, hanem akkor folytatnám még a Norbi update-et, úgyhogy be is mutatom, hogy miket vettem. Itt ez a Hana, ez egy sima kéktokos Blu-ray, természetesen magyar szinkronnal és felirattal. Akkor jön a Lánglovagok, igen, ezt végül is aztán Csehországból rendeltem meg, hosszas gondolkodás után. Ezen is a 4K UHD lemezen ott a magyar hang és magyar felirat, sajnos Magyarországon nem várható. A következő 4K-s kiadvány a Skorpió király. Erről is azt kell tudni, hogy a 4K-s lemezen ott a magyar hang és felirat. És vártam egy újabb csomagot is egyébként, hogy be fog futni Szlovákiából, még a múlt héten sajnos nem futott be, csak ezen a héten, úgyhogy arról majd a jövő héten lesz Norbi Update videó. És
és abban található a második, harmadik, negyedik rész, úgyhogy ennek nagyon örülök, mert nekem az első rész az igazából nagyon bejött. Na és akkor még folytatnám itt a Shazamokkal, mert ugye Shazamok jelentek meg mostanában, ráadásul steelbookokban és digibookokban is, és Magyarországon ezek közül egyik sem kapható. Igazából ez is olyan fura logika, na a Provideo fura logikája, hogy össze-vissza adnak ki mindent, az helyett, hogy konzisztensen mindig hoznák a legújabb steelbookokat, mert Magyarországon is lenne irántuk kereslet, de így aki steelbookot akar vásárolni, az mind meg fogja venni Csehországból, ezzel is csökkentve a magyar eladásokat. És ezt úgy fogja megvenni Csehországból, hogy mindegyik lemezen ott a magyar hang és felirat. De akkor nem is szaporítanám tovább a szót, bemutatom az elsőt. Ez a Shazam 4K UHD plusz BD kombót tartalmazó steelbook változata. Mindkét lemezen ott a magyar hang és felirat. Itt a következő Shazam, ez a BD 3D plusz BD kombót tartalmazó változata. Ha jól tudom, akkor ezen is mindkét lemezen ott van a magyar hang és felirat. Mindjárt meg is nézem, hogy a 3D-sen ott van-e a magyar hang. Hát sajnos a 3D-sen nincs feltüntetve a magyar hang. De tudomásom szerint létezik ebből egy 3D-s lemez, amin rajta van a magyar hang. Hát igen, itt nincs feltüntetve, úgyhogy csak a cseh. Úgyhogy bocsánat, előbb rosszul mondtam. És itt az utolsó Shazam, ez csak a sima BD-t tartalmazza, ezen természetesen ott van a magyar hang. De Shazamból sosem elég, úgyhogy itt az utolsó Shazam, ígérem, legalábbis ebben a videóban, ez pedig a Shazam Digibook, ez egy 4K UHD plusz BD kombót tartalmazó Digibook. Természetesen ezen a mindkét lemezen, ebben található digibookban mindkét lemezen ott van a magyar hang és felirat. Na, és akkor még egy dolog van hátra, ami múlt héten érkezett. Igazából emiatt kértem a csomagot aztán ide, Ausztriába. Kaptam hozzá egy ilyet, ilyen kis Venom figurát. Bemutatom ide a oldalra is, így néz ki. Hát, jó, édes, majd kirakom a polcra. És a legnagyobb szerzemény múlt héten, egyébként ez a doboz, ezt is ide bemutatom, ahogy látjátok, ez a Venom Maniacs Box, így néz ki, előről, hátulról. Erre majd lehet szavazni az Instagramon. A bemutatott kiadványok közül egyébként biztosan lesz unboxing az Alitából és a Shazamokból, és erre az egy kiadványra lehet majd szavazni az Instagramon. Tudjátok, hogy körülbelül pár héttel ezelőttől meghirdetem azt a játékot, hogy az új szerzeményeimet felrakom Instagram sztoriban, és ott aztán csütörtöktől lehet szavazni, hogy mely kiadványokból legyen majd unboxing a következő héten. Úgyhogy ez volt az utolsó szerzeményem a múlt héten. A úton van jó pár csomagom, úgyhogy a következő heti update is szintén egy nagyobb update lesz. Ennyi volt tehát a 31. heti szerzeményemet bemutató videó. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz is fel a csatornámra. Hamarosan egy újabb videóval jelentkezem, addig nézzétek meg a többi videómat is. Legyen szép napotok, ja, és legyetek jók, sziasztok!